Sziasztok, mi a helyzet veletek? Újra Dane vagyok, de lehet, hogy ezt már nem is kéne belemondanom a videóba. A hangminőségemért elnézéseteket kérem, de ez az alaplapnak a hangkártyája nem igazán váltotta be az én reményeimet, mivel az előző alaplapomban sokkal, de sokkal jobb hangkártya volt, én úgy érzem, maga hangfelvételileg, mert ugyanezzel a fülessel sokkal hangosabb. Most végülis az a bajom, hogy nagyon-nagyon halk felvételeket készít. Hiába beszélek ugyanolyan hangerővel, hiába csinálom hasonló decibel beállítással, mint az előző alaplapomat, valahogy itt máshogy működnek a dolgok, és ezt még ki kell figuráznom, szóval, hogyha hal vagyok ebbe a videóba, azért elnézést kérek. Nos, hát ugye akkor, amint mondtam, a gépet a sikerült összeraktam, első kék halálom meg is volt vele, sajnos nem tudtam lekövetni a kék halálnak a lefolyását, hogy mi okozhatta, mivel hogy olyan gyorsan újraindította magát a gép, hogy esélyem nem volt esetleg leolvasni. Az első két sort tudtam elolvasni, hogy blue screen, vagy két betűt inkább úgy fogalmazok. Na mindegy. Akkor még mit szeretném gyorsan mondani, akkor egész jó haladunk subscribe-val, szóval hogyha meg lesz, akkor hamarosan megtudhatjátok az új gépemnek a specifikációit. Illetve egy újabb nyereményjátékot csinálok hamarosan, illetve nem felejtettem el a Black Ops-ot se, szerintem az vagy 26 vagy 27-én lesz az a Black Ops 2 MV3-as nap, mikor játszok veletek egy egész délutánt, délután lesz belőle, megmondom, akkor ti is otthon vagytok, meg ilyesmi. A kommunikációt majd megoldjuk, lehet csinálok majd egy Skype-ot, egy ilyen közös, ahova mindenki jöhet, és akkor lehet beszélgetni. TS párti nem vagyok, hiába van fönn annyira, nem rajongok a TS-ért. És egy barátommal csinálunk akkor majd Need for Speed World nyereményjátékot, mint említettem. Mit lehet nyerni? Need for Speed World boost pointot, mennyit összesen? 8000 boost pointot. Ezt ugye egy ember nyeri meg, és ez most nem olyan lesz, hogy YouTube-on kommentbe kell beírni, hogy 1, 2, 3, 4, 5 vagy valami, nem számokkal lesz, hanem itt igazából nektek kell egy picit dolgozni érte. Nos, hát ezt majd el fogom mondani majd egy Need for Speed World-ös nyereményjáték hirdetésben, hogy hogyan zajlik a dolog, de azt szeretnénk, hogy olyan nyerje meg, aki játszik is, mert hogy most az megnyeri, aki nem játszik a játékkal, annak nem sok értelme van, szóval aki maga aktív és játszik a Need for Speed World-del, tényleg jó helyre kerüljön, aki fel is tudja használni. Nos, hát szerintem ennyit szerettem volna ebbe a videóba mondani, ha valami kérdésetek van, nyugodtan forduljatok hozzám, mostanság is kaptam gépekkel kapcsolatos, gépekkel kapcsolatos kérdéseket, hogy mit érdemes fejleszteni, mit nem. Hát most benne vagyok a gépfejlesztésbe, meg a programok telepítésébe is, szóval aki bizonytalan, esetleg még nem nagyon foglalkozott úgy konkrétan a gépével, az nyugodtan írjon, de ne kommentbe, lehetőleg itt privát üzenetbe, vagy keressetek meg Steamen, de így ne spamoljuk tele itt a YouTube kommentet, mert azzal nem jutunk előrébb. Max, hogyha olyan van, akkor beleírhatok, ami esetleg mindenkinek hasznos lehet, úgy érzitek, és akkor arra válaszolok. Na jól van, akkor hamarosan jelentkezek újra egy másik videóval, addig is jók legyetek, sziasztok!